A Stevan Vilotic Tjele labdarúgó emléktorna döntőjébe Franciaország és Ukrajna jutott be. A harmadik helyért Szerbia 1-0-ra verte Montenegrót. Hatalmas küzdelmet hozott a szabadkai Stevan Vilotic Tjele nemzetközi labdarúgó emléktorna döntője. Az első félidőben nem született gól. A második elején az ukránok megszerezték a vezetést és megnyerték a több mint 20 éves múlttal rendelkező versenyt. A győzelemben nagy része volt a többször gólhelyzetben hárító Oleg Popov kapusnak. It was a difficult match because France is a very quality team with most of good players which play in first team. But our team make a good character and our team at each other help and we win this game and we are happy because we win a very very strong tournament. Szabadkán és környékén tartották szeptember 4-től 8-áig a 19 évnél fiatalabb labdarúgó válogatottak megmérettetését. Idén a megszokott európai élcsapatok mellett az Amerikai Egyesült Államok is képviseltette magát, de nem sok babér termett nekik. Az utolsó helyen végeztek, mivel Izrael 2-0-ra legyőzte őket az 5. helyért folytatott mérkőzésen. A szerb válogatott ugyan nem jutott be a döntőbe, mégis veretlenül zárta a tornát. A csapat legismertebb játékosa, az Atlético Madridban légióskodó Matias Pojarić az összjátékot tartja a legfontosabbnak. Myslím, že jsme pokázali kvalitety, že jsme se dobře připravili za kvalifikaci a to nám je ipak bitnije od ovog turnira. Lepo je uzeti ovde prvo mesto, ali dobro sad i treće. Nažalost, zbog razlike, ali neka vratit će se kad bude trebalo. A torna szervezői idén először adtak külön díjat a legsportszerűbb csapatnak. A torna ötletgazdájáról, a nemrégiben elhunyt Ivan Kajdócsiról elnevezett Vándor Serleget Szerbia csapata érdemelte ki.